Kalló Zsolt Liszt Ferenc díjas hegedűművész Győrben született, 6 évesen kezdett hegedűt tanulni. A zene azóta a mindennapjai része. Hegedűművész diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte. Már tanulmányai alatt hallgatója volt a salzburgi Mozarteumnak és tagja a Camerata Akadémikának, melyel a világ számos rangos koncerttermében fellépett. A Sonora Hungarica Kamarazenekar és a Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar koncertmestereként kezdte pályáját, miközben több kamarazenekarban is játszott. 1992-től a Capella Savaria koncertmestere, 21 éve pedig művészeti vezetője, valamint a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola tanára. 30 éve foglalkozik barokk hegedüléssel. A Capella Savaria vezetőjeként, az Authentic Quartet és a Trio Antiqua alapítójaként számos koncert és CD felvétel tükrözi a historikus előadásmód iránti elhivatottságát. Olyan barokk és klasszikus zeneszerzők műveit is játszotta, akiknek nevével ritkán találkozunk. Eddig ismeretlen hegedű versenyeket, a vonós négyes irodalom ritkaságait is hallhatta tőle a közönség. Meggyőződése, hogy a historikus hangszeren elsajátított játékstílus ismerete előnyére válik egy modern hegedűsnek is. Kalló Zsolt hangversenyezett Európa szinte valamennyi országában, de hallhatták játékát Japántól Amerikáig a világ számtalan pontján. Szólistaként fellépett a Concerto Budapest, a Dohnányi, a Győri, a Szombathelyi, a Pannon és a Duna szimfonikusokkal, valamint különböző kamarazenekarokkal. Számos rangos nemzetközi fesztivál meghívott művésze. 2005-től a Széchenyi István Egyetem művészeti karának tanára. Számos kurzust tart az országban, emellett országos versenyek meghívott zsűrije. 2010-ben doktori fokozatot kapott, 2 éve habilitált, 2020-ban egyetemi tanárrá nevezték ki. Felesége fuvola művész, mindhárom gyermeke játszik valamilyen hangszeren, hiszen, mint vallja, a zene érzékenyebbé tesz, az emberi lelket finomítja.